Voltak, akik egyedül, és voltak, akik társasággal, családdal, vagy éppen barátokkal érkeztek a megmozdulásra. Már jóval az indulás előtt is több százan gyülekeztek az Erzsébetligetben, hogy részt vegyenek a sétán, amely idén is a jótékonyság jegyében telt. A jótékonyság miatt jöttünk igazándiból, tehát szeretnénk adni, ugye így, hogy van egy kisfiunk, fontosnak tartjuk azt, hogyha bármi beteg gyerekeken tudunk valahogy segíteni, ha éppen így, akkor azt megtegyük. Inkább az összefogás is, hogy felhívjuk erre az egészre a figyelmet, ez a legfontosabb, hogy ez tényleg egy fontos, és ilyen ügy mellé álljunk mellé, mert hogyha nem kisgyerekeket vagy babákat támogatnak, akkor kit? Szóval szerintem ez az egyik célcsoport, ami nagyon fontos, és hogy így pont babásan tudunk eljönni, ez meg nagyon szuper, hogy erre van lehetőség. Legfőképpen azért látogatunk ide, mert ugyan nem a koraszülöttek kapcsán, de érintettek vagyunk gyerekbetegség kapcsán, és mi is olyan sok segítséget kapunk, hogy gondoltuk, hogy mi is segítenénk. Győrben már második alkalommal lehetett a jó ügyért sétálni, az MV Hungária pedig amellett, hogy országosan 10 helyszínen szervezte meg az akciót, a nevezési díjat megduplázta, ezzel is segítve a kisbetegek minél gyorsabb felépülését. A cél egyértelműen a gyerekeknek a megsegítése, és ugye az a neve 10 lépésért értünk, hogy a gyerekekért sétálunk, így egyben magunkért is mozgunk egy kicsit, a rohanó világba tudunk találkozni, beszélgetni, egy kicsit, és egy jó ügyért tudjuk ezt megtenni. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei megmozdulás is a gyermekintenzív terápiáért alapítványt támogatta, a segítség pedig rengeteget jelent, mondta el híradónknak az alapítvány elnöke. Tulajdonképpen egy-két nagy nevű alapítványon kívül nagyon-nagyon kevés pénzt tudunk csak gyűjteni az 1%-okkal, és ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ezek a jótékony rendezvények találjanak meg bennünket. Az a szerencse, hogyha egyszer egy ilyen megtalál bennünket, és hát büszkén mondhatom, hogy ha tudunk együtt dolgozni valakivel, akkor mi általában nagyon jó együttműködést és kapcsolatot tudunk kialakítani, úgyhogy többször is jönnek, mi meg nagyon szívesen segítünk, hogyha nekünk is tudnak segíteni. Hiszen nagyon kevés az az 1000 forint, amivel lehet támogatni, de sok 1000 forint, az nagyon sok, reméljük, nagyon sok 100 000 forintot fog jelenteni. Az alapítvány a tavaly befolyt összegből egy ultrahanggépet tudott beszerezni, idén pedig ehhez vásárolna egy kiegészítő készüléket, amely még könnyebbé, pontosabbá és biztonságosabbá teszi a gyermekek ellátását az intenzív osztályon. A sétán résztvevők több százas tömege nem sokkal 10 óra után indult el az Erzsébetligetből. A jótékonykodók a Bartók Béla úton, a Csaba utcán, a Tihanyi Árpád és a Szigeti Attila úton, az Ifjúság körúton és a Vasvári Pál utcán sétáltak végig a jó ügyért.